like hip-hop. Mellettem Big Mac, és hozott egy vadonatúj klippet, maradok a régi. Maradsz a régi? Maradok a régi. Jó, akkor ezt megbeszéltük. Hogyha lehetne olyat csinálni, hogy a hónap klipje, akkor lehet, hogy én beletennék a legjobb háromba a hónap klipjében, amire lehet szavazni. Nekem nagyon bejött, és tényleg már régóta vártam egy ilyen cuccra, amit nem akar felölni a mostani hullámokra, hanem tényleg egy igazi old school dal. Hogy jött az ötlet, hogy egy ilyet csinálsz? Pont onnan jött az ötlet, hogy nagyon sokáig csendben voltam, nagyon sokáig csendben voltunk, és ugye menet közben jöttek az új trendek és az új divatok, ez a trap, kicsit Amerikát behozzuk Magyarországra, amivel mi is próbálkoztunk, nem pont ilyen értelemben a Tesó Crew-val, de most úgy gondoltam, hogy egy kicsit régi vágásúbb ütemet kéne meglovagolni, egy régi vágásúbb Big Mac-et kéne előcsalogatni az odujából, és így jött az, hogy maradok a régi, és visszanyúltam a bluesos gyökerekhez egy kicsit. Maradok a régi, mint a tegek a falon, maradok a régi, mint a szavak a lapon, maradok a régi, mint a spanok a padon. Maradok a régi, maradok a régi. Már Tesó Crew-től szóba hoztad, ugye ott is vannak mocorgások, evolúció, jól mondom? 2017. január 1-jei az a lemez, szóval mondjuk úgy, hogy már kifutóban volt, van, de igazából nem jutott el az emberekhez, szóval ha lehet most egy kis promót csinálni neki, akkor evolúció fönt van a YouTube-on, meg lehet hallgatni, de az új mocorgások azok arra irányulnak, hogy most a Tesóval, Tesó Crew-val, Monkey meg én elkezdünk megint új dalokat csinálni. Létrejött egy dal, vagy elkészült egy dal, ami a BDPST címet foglalja magába, és a Budapest dal döntőjébe belekerült. Nem az Eurovíziós Dalfesztivál, szóval ne keverjük a szezont a fazonnal. A tesóm vagy, dobd a jelet, a kezed dob fel, a tesóm vagy, látom minden tesónak szó fel. A színpad mentén, nem meg a tesóm zél, a tesóm karcot húz, és a zene is a tesóm én. Ahhoz lesz klip, de ilyen melléknyúlványon kialakult egy másik formáció is, egy másik producerrel, ami kicsit erőteljesebb, kicsit ilyen headbangeresebb, dubstep. Ennek a neve? A formáció, az Brutál Pszichó Machine, csak hogy így az egyszerűen megjegyezhető nevek mellett maradjunk, BPM rövidítéssel, és Vobadak lesz benne a producerünk. Fordítom a sapkám, testvér, nyitom a kaput ki, szívzár fel, lépek pár a fejre fel a kapucni. Ugyanazt látom, ugyanazt az utat járom, mint ti. Veletek megyek végig rajta, hogy célba érünk mindig. Miért van az, hogy ti a Mánkival csináltok ugye szólókat is, külön-külön, meg csináltok zenekarosokat, amit te például szólóba csinálsz, azt nem lehetne Mánkival közösen csinálni, vagy ez direkt koncepció, hogy inkább támadunk háromféle felállása, hát ha az egyik az nagyon bejön, és abból lesz a milliomosan. Nem hiszem, hogy ilyen több frontvonalon való támadásról beszélnénk, inkább arról, hogyha a szóló projekteken gondolkozunk, nekem kicsit más irányba megy az elképzelés és az elgondolás, neki egy másik irányba megy az elképzelés és az elgondolás, és mondjuk úgy, hogy a Tesó Crew, és akkor most ez a Brutál Pszichó Machine lesz az a közös nevező, amivel a mi ambícióink egy irányba tudnak terelődni. Monkey a King Kong, Bing meg a Kingpin, folyamat pimpin, robog a Dream Team, nekünk old school, nem csak bling bling, megjöttünk kop-kop. Mindenki marad itt vele a pohár, BP Grime nyakik vele a mocsár, ugatsz, hogy neked a régi még jobb volt, kutya, szádra, nesze a kosár. Akkor legutóbb beszéltünk, talán éppen a filmes iskolát végezted Hevesen teljes erőbedbással, és ez a videóklip is úgy kezdődik, hogy van benne egy kis közjáték, és úgy is, tehát van benne sztori, gondolom ez nem véletlen. Te mennyire vagy ebben most benne ebben a dolgban, illetve ezt a videóklipet kitaláltak, kirendezte, néhány szót a Maradok a régiről? A Hajnal Ádám, ő csinálta még az első, nem a második videóklipünket, a Crew-tól Crew-igot, és azóta nagyon jó barátságot ápolunk vele. Hozzámentem, mert ő ugye régen deszkás videókat csinált, nagyon éli ezt a street hangulatot, és vele találtuk ki alapvetően a koncepciót. Most nagy filmes technika, meg filmes mi voltja szerintem nincsen. Az elején ugye annyi, hogy nagyon sokszor megkaptam, hogy a régi Big Mac jobb volt, ebből fakadóan jött az, hogy akkor maradok a régi, és akkor kaptok egy kis régi Big Mac-et. Én ott amúgy hangmérnök voltam, tartottam ám a mikrofont, de mondjuk úgy, hogy a vágás, meg az egész esztétika, ami kisült belőle, az a Hajnal Ádámnak a műve. Én csak adtam hozzá a zenét, a lendületet, a barátok meg a májukat elég erősen. Nézem a rajzokat, minden név egy fogalom, régi érzést hoznak, a vonalak a vonaton, megszokhatod a minőséget a magnóban állam, én vagyok a kövér gyerek, mackón a drágban. Bered nem volt egy ilyen, hogy ha már saját dal, akkor szeretnél saját magadnak rendezni? Nem feltétlen. Én ilyenkor szeretem egy kicsit szétválasztani a dolgokat.
volt már, hogy magamnak csináltam videóklipet, nem feltétlen lett olyan a végeredmény, mint amit elsőre terveztem volna, vagy másodikra terveztem volna, pont azért, mivel nehéz egyszerre a kamera egyik és a másik oldalán lenni. Másoknak nagyon szívesen csinálok, nagyon szívesen csinálnék, most a Monkinak is fogok majd, mert készülőben van egy-két projektje szólóban, meg nyilván ötletelni a sajátjaimon ötletelek, de akkor nagyon szívesen átadom az irányítást más kezében. Gyere, tölts ki a piát, meg törik a brigád, szív tövig a csigács, pont tömi a pipát, mindent elpusztítok, nyom sem marad, mit füstölöksz nekem, nyomd el magad. Kevesen, vagy pontosabban akik fiatalok lehet nem tudják, hogy azért freestyle-ben is eléggé szép eredményeket értél el, szoktál még freestyle-ozni? Ilyen kocsma módon, vagy ilyen baráti társaságban. Pont nemrég voltam Szolnokon egy freestyle versenyen zsűrizni a Nozával, meg a Győre Mix is tiszteletét tette így a zsűribe. Amúgy éreztem egy kis hype-ot, hogy tök jó lenne nyomni, de valószínűleg nem tudnám már ugyanazt a színvonalat, hiszen 2011-2012 óta tényleg ilyen kicsit ilyen party flashbe ment, tehát nekem a freestyle meg nem gyakoroltam. Tudod, a tököm tele, minden más lesz, csak egy nem, a mikrofon izomból köpöm tele, koplanak a jó zenén, a legtöbb mégse éhes, nem lehetek könyvelő, nem vagyok mérleg képes, kipörögnek a napok, de a pénteki tény, hogy hétvégén jobban fogy a pénzem, mint én. Lesz még Big Mac nota? Lesz-e? Illetve a tesókrútól mi válható, illetve Mankitól? Vannak-e konkrét dolgok? Konkrét dolgokat nem tudok egyértelműen mondani, tehát így számcímeket, meg megjelenési dátumokat ne várjál tőlem. Az biztos, hogy nekem az egyik fiók zeném, amit visszatérésre terveztem, de nem az lett, hanem a Maradok a régi jött, tehát így rangsorcsere történt. Tehát lesz egy Gorilla Flow, vagy Gerilla Flow című dal, ezt majd kivágjátok, mert valószínűleg nem ez lesz a címe, de lesz egy dal, amivel én visszajövök is klippel, a Tesó Crew-val is lesznek új dalok, például Kapásból ez a BDPST elkészült, ahhoz most tervezünk egy videóklippet, és a Brutal Psyo Machine-nal meg ott van a Winchester-en már két felvett dal, amit kicsit pátyolgatunk, és ahhoz is szeretnénk klippet, és ahogy mondtam, a Monkey is. Szóval most eléggé heves lesz a YouTube csatornánk, és eléggé sűrűn fogunk jelentkezni, remélhetőleg azért havi szinten. És azonnal beruvázolt, betemet a sztereóháló, neked a stíló derogáló. Kiégeti a dinampod, ezért gyorsba tempót váltok, az én már nem 90-es bumbap, ez nem technolányod. Nagyon sokat beszélgettünk erről régen a HP-val, meg a Monkey-val is, és az a tesókrus dolog egy kicsit más irány, mint amit a blues képviselne. Most Maradok a régi, mivel Maradok a régi, ez beleillett, hogy most a blues csatornára menjen fel, és ezért gondoltuk, hogy oda kerüljön. Én nem tartom kizártnak, hogy a Big Mac szóló Big Mac cuccok, vagy leginkább azok a Big Mac cuccok, amik régi hangulatúak, vagy ilyen régebbi flash-t adnak, azok oda kerüljenek fel, de ettől függetlenül nem kell mindig minden esetben ezt a régi hangzást várni tőlem, mert nekem is van még a tarsolyban egy-két újdonság és egy új hangzásvilág is. Kíváncsian várjuk az összes projektet, hogyha elkészült, nyugodtan küld el nekünk. Köszönöm, hogy itt voltál, és hát sok sikert! Köszönöm. És hallgassátok, nézzétek a klippeket, zenéket.